Hornyánszky Balázs barátommal írtunk közösen egy könyvet, a Természet IQ-ja címmel. Ebben különleges állati ösztönöket vizsgáltunk meg, olyasféle területeken, mint az élőlényeknek a táplálkozási szokásai, a védekezési szokásaik, milyen különleges szimbiotikus formák vannak, élőlények együttélése, és hogy hogyan nevelik fel az utódaikat ezek az állatok. Arra jutottunk, hogy ezek az ösztönök gyakran olyan összetettek, hogy egy egész ilyen ösztönláncnak csak együttesen van értelme, vagyis nem jelenhetett meg évmilliók alatt lépésről lépésre, hanem ebben a kész formájában kellett egy felsőbbrendű lénynek beprogramoznia ezeket. Az utolsó fejezetben pedig a védikus írásokról írunk, ezeknek a világszemléletét mutatjuk be, amelyek nem csak arra válaszolnak, hogy honnan származik az élővilág, hanem arra is, hogy miért létezik a világ.